Audio Jungle. Nagy tisztelettel köszöntöm mai sajtótájékoztatónkon a sajtó megjelent képviselőit. Az idei esztendőben első alkalommal találkozunk. A mai napon is a képviselőtestületi ülések döntései a témánk, és hát elég intenzíven kezdtük a januári hónapot, hiszen három alkalommal találkoztunk a képviselőkkel. Ezeket az üléseken meghozott döntésekről szeretnénk alpolgármester úrral a szokásoknak megfelelően tájékoztatást adni. Ugye az első ülése a képviselőtestületnek január 16-án volt, az első soron kívüli nyilvános és zárt ülés. Ezeken tulajdonképpen négy napirendi pontja volt a képviselőtestületnek. A nyilvános ülésen elsőként az egyes számú fogorvosi körzet alapellátás tevékenységre vonatkozó feladatellátási szerződés módosításáról beszéltünk. Ez a napirendi pont ugye sajnálatos körülmény miatt, hogy a dr. Ambrózy Péter főorvos úr halála miatt vált aktuálissá. Ugye tavaly veszítettük el, és ugye az egyik körzetet ő vitte, a halála miatt kellett ezzel a témával foglalkoznunk. Ez tulajdonképpen egy technikai dolog volt. Ezzel kapcsolatosan annyit tudok mondani tájékoztatásul, hogy ilyenkor a praxis joga az örökösökre száll vissza. Nekik fél évük van arra, hogy a praxist értékesítsék. Abban az esetben, hogyha ez nem sikerül, akkor az önkormányzatunk ezt megkapja, és utána tudja meghirdetni ezt a fogorvosi körzet ellátását célzó pályázatot. Önkormányzatunknak már az elmúlt esztendőben is voltak törekvései arra, hogy fogorvost hozzunk ide Mezőtúrra. Tárgyalásokat is folytattunk két orvossal is, hiszen tudtuk, hogy főorvos úr már beteg, és ezek a tárgyalások most úgy zajlanak, hogy az örökösök és a potenciális orvosok között. Ha egyesség születik, akkor ez a praxis az hamarosan betölthető lesz, hogyha nem jutnak egyességre, akkor, és ahogy említettem, hogy fél éven belül nem tudják eladni, akkor az önkormányzatunk meg fogja hirdetni a praxist. Reméljük egyébként, hogy egyesség születik, és minél hamarabb betöltésre kerül a most ugye gazdátlanná vált praxis, és ezen kívül még egy másik orvossal, fogorvossal is tárgyalunk. Ő egy magánpraxist szeretne elindítani itt Mezőtúron. Ezek a tárgyalások még nagyon kezdeti stádiumban vannak. Remélem, hogy sikerrel fogunk járni, és akkor jelentősen javulhat az ellátás, illetve a fogorvosok száma megnövekedhet, hiszen most jelen pillanatban két orvos látja el a fogorvosi ellátást a városunkban. A második napirendi pont egy top pályázat volt, ez a belterületi vízrendezési projekt megvalósítása. Ugye ez a Csobai Wagner utcát, a Széchenyi utcát és a Vásárhelyi Pál utcákat érinti. Ebben a projektben sikerült a kivitelezőt megtalálnunk, hiszen egy közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nyertes személye tehát megvan, a szerződéskötés hamarosan megtörténik, és tulajdonképpen, ahogy az időjárás engedi, a kivitelezési munkák elkezdődhetnek. Ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy várhatóan maximum fél év alatt befejeződik, tehát a nyár végére valamikor elkészülhet ez a projektünk. A kivitelezés, illetve a projekt teljes összértéke az 300 millió forint. A következő téma ugyancsak egy top pályázathoz kapcsolódott, ez a zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron elnevezésre hallgató projektünk, hogy a projekt összértéke 500 millió forint. A projekt kivitelezése már elkezdődött, erről több alkalommal
tájékoztattam a lakosságot. Itt most egy közbeszerzési eljárást folytattunk le, hiszen ugye alapvetően három részre oszlik a megvalósítás. Van az engedély nélküli építési kivitelezési munkáknak a része, ez a legnagyobb összegét tekintve. Van egy eszközbeszerzési rész, tehát például a vadászházban a játszóterek fejlesztésére, és még sorolhatnám mennyi minden témában eszközöket fogunk a projektből beszerezni, tehát van egy ilyen része a projektnek, és most a közelmúltban, még az elmúlt esztendőben a Petőfi Sándor utcában építendő 25 darab parkolóra írtunk ki közbeszerzési eljárást. Sajnos első alkalommal érvénytelen lett az eljárás, hiszen egyetlen egy ajánlat sem érkezett be. Ilyenkor ugye 5 céget keresünk meg, és hát sajnálatos módon, nem tudom, hogy minek köszönhető, de egyetlen egy ajánlat sem érkezett be. Úgyhogy egy olyan döntésünk volt, hogy érvénytelenné nyilvánítottuk az eljárást, és a zárt ülésen, ugyanebben a témában a képviselőtestület döntés alapján egy új eljárást indítottunk el. Ilyenkor a fő szabály az, hogy azokat a potenciális ajánlattevőket, akik az első eljárásban részt vettek, már nem lehet meghívni, hiszen nem tettek ajánlatot. Így keresnünk kellett 5 új céget, aki erre a feladat elvégzésre alkalmas, és most őket hívjuk meg ebbe az eljárásba, és hát természetesen azt reméljük, hogy majd az ajánlattételi határidőre azért minimum 2, de reményeink szerint több ajánlat is fog érkezni, és akkor ki tudjuk választani egy kivitelezőt. És ugye ebben a projektben lesz még egy közbeszerzési eljárás, amely az említett eszközök beszerzésére vonatkozik, és amikor ez megtörténik, akkor tulajdonképpen a kivitelezők, a megvalósítók a teljes projekt vonatkozásában már kiválasztásra kerülnek, tehát ezzel az 500 milliós projekttel jelen pillanatban most itt tartunk. A következő soron kívüli ülésünk január 23-án volt. Itt egy nyilvános ülést tartottunk, egyetlen egy napirendi ponttal. Nagyon fontos téma volt ez is. Az előterjesztés címe a kiegyenlítő bérrendezési alaptámogatás igénylésének benyújtásáról szóló pályázat volt. Itt egy olyan lehetősége adódott az önkormányzatunknak, illetve hát a közös önkormányzati hivatalnak, hogy 31 millió forintra, amelyet ugye a bérekre lehet finanszírozni, a bérek emelésére lehet fordítani. Erre nyújtottunk be pályázatot. A képviselőtestület természetesen támogatta az elképzelést, a pályázat benyújtását, és mind a másik 3 a közös önkormányzati hivatalunkhoz tartozó település képviselőtestülete ugyancsak támogató döntést hozott, tehát mind a 4 helyen megszületett a szükséges döntés, és ugye be is nyújtottuk a pályázatot, és ugye azért is kellett 23-án erről tárgyalni, mert még azon a héten ezt a megfelelő elektronikus rendszerbe fel kellett tölteni. Úgyhogy erre adtuk be a pályázatunkat, és reméljük nyilvánvalóan, hogy ezzel a 31 millió forinttal az állam hozzá fog járulni a bérköltségeink finanszírozásához, hiszen azt el kell mondani, hogy ugye már 10 éve, több mint 10 esztendeje nem emelkedtek a köztisztviselőket érintő illetmény alapmértéke nem emelkedett, és most jelen pillanatban is, illetve az elmúlt években is az önkormányzatunk jelentős mértékű többletfinanszírozást adott az állami normatívához, amely erre a célra érkezik. Úgyhogy nem mindegy, hogy azt most a saját forrásunkból, a saját bevételeinkből finanszírozzuk, vagy pályázati forrással esetleg ki tudjuk egészíteni, és az így elnyert pályázati forrás bekerül a finanszírozásba, és ott akkor felszabadul valamennyi összegünk, pénzünk, és azt pedig más fontos célok elérésére, például fejlesztési feladatok megvalósítására tudjuk majd költeni. Várjuk tehát a pályázat kérdező elbírálását. A soros ülésünkön ugyancsak nyilvános és zárt
ülést tartottunk, ez január 31-én volt, ugye a szokásoknak megfelelően a hónap utolsó csütörtöki napján. Ugye itt hát nagyon sok napirendi pont volt, egészen pontosan 25. Természetesen mindről nem fogunk beszélni alpolgármester úrral, mert rendelkezésre álló idő nem elegendő, de azért a fontosabbokról mindenképpen ejtünk majd néhány szót. Ugye elsőként, ami nagyon fontos volt, a Nemzeti Agrárkamara által bérelt helységeknek a bérleti jogviszonyának a meghosszabbításáról tárgyaltunk. Ugye mindannyian tudják, főleg a mezőgazdasággal foglalkozó mezőtúri polgárok, hogy a kamara itt ugye helyezkedik el a hivatalunkban, a déli portánál lehet hozzájuk bejutni, a falugazdásszal az élen, és hát itt két irodát bérelnek, természetesen ennek a két irodának a bérleti szerződését azt meghosszabbította a képviselőtestület. Nyilvános ülésünk kapcsán, hogy a szokásoknak megfelelően a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatokról is ugye döntést hozott a képviselőtestület, illetve a képviselők tájékoztatást kaptak még ugye november 22 és január 20-a közötti fontosabb intézkedésekről és eseményekről. És hát ilyenkor mindig a képviselők egy pénzügyi tájékoztatást is kapnak, amely az aktuális akkori pénzügyi helyzetünket taglalja, és a Berettyóköres Többcélú Társulástól a társulás részéről is van egy tájékoztatás az aktuális helyzetről, az aktuális feladatokról. És aztán így érkeztünk el az ártüléshez, itt jó néhány pályázati téma merült fel. A TOP rendszerében megépítendő idősek napközi otthona a kertvárosban, a Mak József utcában. Ez a projektünk a kivitelező kiválasztásáig jutott el, és ezen a napon ugye meg is lett az eljárás nyertese. Zupán Zoltán egyéni vállalkozó mezőtúron ténykedik, ő lett a nyertese a kivitelezési munkák terveink szerint, ahogy az időjárás engedi, ugye el fognak kezdődni az alapozással, és így tovább, tehát egy teljesen új, vadonatúj épület fog épülni. A következő két téma az tulajdonképpen az EFOP rendszerében, az EFOP 153 pályázatban, ez is egy 500 millió forintos projekt, tulajdonképpen a szoft elemek megvalósítására kértünk be árajánlatokat, és hát örömteli a számunkra az, hogy mindkét esetben egy-egy önkormányzati gazdasági társaság lett a nyertes. Az egyiknél a Városfejlesztési Kft. Ez a csomag durván 20 millió forintnyi szoft elemet tartalmaz, egészen pontosan ugye rendezvények megvalósítását tartalmazza. Ennek nyerte el a Városfejlesztési Kft. A megvalósítását, megszervezését. Természetesen a feladatok végrehajtásához majd be tud vonni külső vállalkozót, illetve magánszemélyeket megbízás alapján, és így tulajdonképpen azt is elérjük, hogy az a nyereségtartalom, ami ezekben benne van, az a saját gazdasági társaságunknál maradt, tehát nem egy külső cég viszi el, tehát mindenképpen pozitív. A másik, ott a Városfejlesztési Kft-n kívül, ugye egy másik cégünk, a Turizmusfejlesztési Kft. Nyerte el, ez egy sokkal kisebb tevékenység, ha jól emlékszem így fejből, akkor 3 millió forint körüli összegről van szó, ott is rendezvények megvalósítása az elsődleges cél. Nagyon sok feladatunk van még egyébként az EFOP-ok kapcsán, ugye a másik az EFOP 392-ben ott 240 millió forintot nyert el az önkormányzatunk, ugye emellett a félmilliárdos projekt mellett. Mindegyikben döntően ugyanilyen szoft elemekről beszélhetünk, de ilyennek voltak például a két EFOP
pályázatból finanszírozott ösztöndi pályázatok, amelyeket ugye az elmúlt év végén hirdettünk ki, és még nagyon sok minden más, civil szervezetek támogatása, akár a bejegyzett, vagy a nem jogi státusszal nem rendelkező civil szervezetekről is beszélünk itt egyaránt, tehát őket is fogjuk tudni ebből a projektből majd támogatni, és még nagyon sok minden más valósulhat meg ezekből a ZEFOP-os pályázatokból, elnyert forrásokból. A következő fontos téma volt az önkormányzatunk tulajdonában lévő mezőtúr külterületi ingatlannak az értékesítése. Ez a Miklósi út 7 szám alatti telephelyet jelenti. A mezőtúriak leginkább úgy ismerik, hogy valamikor a mezőtúri víztársulatnak a tulajdonában lévő telephelyről beszélünk. Ezt annak idején, amikor még a hulladékközszolgáltatás az önkormányzatunkhoz tartozott, akkor vásároltuk meg, hogy ott biztosítsunk telephelyet a KFT-nek. Azóta ugye a vonatkozó törvényi háttér alapvetően teljesen megváltozott. Ebből fakadóan már a hulladékközszolgáltatás sem ez az önkormányzati gazdasági társaság látja el. Így a telephely az elmúlt időszakban ugye feleslegesé vált, ezt meghirdettük. Hát érkezett egy ajánlat, de olyan értékű volt ez az ajánlat, olyan összeget tartalmazott, amely alapján a képviselőtestület azt mondta ki, hogy az eljárás ugye lezárja és nem kívánja ilyen áron értékesíteni. Ugyanakkor megbízott a képviselőtestület azzal, hogyha a jövőben érdeklődés mutatkozik a telephely vonatkozásában, akkor én megtehetem a képviselőtestület döntése nélkül egy újabb pályázatot hirdetünk meg, hiszen alapvető szabály az, hogy önkormányzati vagyont egy bizonyos értékhatár fölött csak pályázati eljárás útján lehet értékesíteni, és ez az ingatlan természetesen ebbe a körbe tartozik. Úgyhogy itt sajnos nem jártunk eredménnyel, hát bízunk benne, hogy majd előbb-utóbb egyszer csak valaki szemet vet rá, és majd tudjuk értékesíteni. A következő fontos téma az ipari park területén egy 4,6 hektáros területnek az értékesítéséről szólt. Itt is ugye úgy kezdődött a történet, hogy egy befektetői megkeresés történt az önkormányzatunk felé, amelyben ugye kinyilvánították, hogy egy ekkora területet szeretnének megvásárolni. Mezőgazdasági területen dolgozik a cég, és természetesen azt mondtuk, hogy akkor írjuk ki a pályázatot, ez a korábbi időszakban ez a döntés megszületett. A pályázatot most bíráltuk el, amely érvényes volt és eredményessé nyilvánítottuk. Ugye az AFS Agro Kft. Nevű gazdasági társaság vásárolta meg ezt a területet. Az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van. A fizetési ütemezés az úgy szól, hogy a művelés alóli kivonás összegét azt átutalja a cég a számunkra napokon belül. Utána a művelési ág alól történő kivonás megtörténik, ezt végrehajtjuk. Azt követően pedig ez év végén és a következő év végén a maradék összeget kifizeti. Egyébként a teljes vétár az 46 millió forint összeget jelent. Ebből pedig következik, hogy aki utána számol, az láthatja, hogy 1000 forint per négyzetméter áron értékesítettük a telket. Itt egyébként ugye ezen a részen, az ipari park ezer részén fog megvalósulni az a projekt, amely a top ipari park fejlesztésére fordítódik. Tehát ezeken az ingatlanokon közműveket fogunk építeni az ingatlanok ellátására, tehát minden közmű meg fog épülni, út, víz, szennyvíz, csapadékcsatorna, közvilágítás, gázvezeték, elektromos vezeték, tehát teljesen közművesítjük ezeket a területeket. És ezen a 4,6 hektáros területen kívül még így akkor durván 15 hektár marad, amelyet tudunk majd értékesíteni. Tehát 4,6 hektárt értékesítettünk. A következő
fontos téma, ugye egészen pontosan 4 fontos téma, az egy és ugyanaz azon témakörben zajlott. Ezek pedig ugye földügyeket jelentenek. Itt az önkormányzatunk a jogszabályi háttér alapján, mondhatom úgy is, hogy belekeveredett egy olyan ügybe, amelyhez véleményünk szerint nem kellene, hogy közünk legyen, de a jogszabályok másképpen határoznak. Ugyanis, ha valaki termőföldet értékesít, ugye azt a megfelelő jogszabályi előírások alapján ki kell, hogy függessze bizonyos időre, és hogyha valaki jogi nyilatkozatot tesz, tehát egy adásvétel létrejöttét megelőzően, akkor ebben az agrárkamara foglal állást. Tehát dönt a potenciális vevők között, hogy ki az, aki megveheti az adott ügyletben szereplő földet. Az agrárkamara ugye meghozta a döntését, és az a fél, aki hát ugye nem a kedvezményezettje volt a döntésnek, az ugye fellebbezést nyújtott be, és ilyenkor kerül az önkormányzatokhoz az ügy, és a vonatkozó jogszabály alapján az önkormányzatoknak, az önkormányzatok képviselőtestületeinek azt a döntést kell meghoznia, hogy az agrárkamara jogszabályt sértette, vagy sem. Ezért mondtam az elején, hogy nem értem, hogy miért keveredett ide ez a döntési kényszer a képviselőtestületekre. El kell, hogy mondjam, hogy mi nem vagyunk szakértők, nem tudjuk ezt igazából alaposan mérlegelni, körüljárni, nyomozni meg pláne. Nem tudunk az ügyben, erre nem is vagyunk felhatalmazva, nincs is jogosultságunk erre. No, az első körben ezekben a témákban egészen pontosan 5 ügyről volt szó. A képviselőtestület korábbi döntése alapján az ügyrendi bizottság hatáskörébe lett leutalva ez az ügy. Az ügyrendi bizottság ezeket még az elmúlt évben megtárgyalta, és mind az 5 ügyben azt a döntését hozta meg, hogy az agrárkamara nem volt jogsértő, nem követett el jogsértést. Ezt követően az ellen érdekelt fél ugye bírósághoz fordult, Debrecenben a közigazgatási bírósághoz fordult, amely kimondta, hogy nem elégséges az ügyrendi bizottság döntése ebben az ügyben, a képviselőtestületnek is állást kell foglalnia. No, ezért került ismét itt január végén napirendre ez a 4 téma, úgy az 5. majd érkezik, tehát még tovább is fogunk tárgyalni ezekről. És itt már részben megváltoztattuk a döntésünket, hiszen a 4 ügyből egyben volt olyan, aki jogi nyilatkozatot tett, tehát élni kívánt az elővásárlási jogával. Ennél az esetnél azt mondtuk, hogy a kamara nem sértett jogszabályt, viszont a másik 3 ügynél nem volt ellenérdekelt fél, tehát nem volt olyan, aki jogi nyilatkozatot tett volna. Abban az esetben pedig azt mondtuk ki, hogy jogszabályt sértett a kamara. Természetesen az érintettek, ha akarnak, akkor további jogorvoslattal érhetnek majd a megfelelő helyen. Nyilván innentől kezdve ez már nem ránk tartozik, és aminek nagyon örülünk, hogy az információink arról szólnak, hogy január 11-e után, az azt követő időszakban kötendő ügyleteknél már az önkormányzatok ki lesznek hagyva ebből a történetből. Hála Istennek, nagyon örülünk neki, mert úgy gondoljuk, hogy mi ebben nem vagyunk szakértők, és nem tudunk megalapozott döntést hozni. Nem vagyunk bíróság, ez a lényege ennek a történetnek. Tisztelt jelenlévők, még annyit szeretnék elmondani, mielőtt a polgármester úrnak a szót átadnám, hogy önkormányzatunknál jelen pillanatban zajlik a költségvetésnek az összeállítása. Nagyon sok elképzelésünk van az idei esztendőre, természetesen majd híradással leszünk, hogyha a költségvetést elfogadtuk. Erre egyébként február 14-én már esélyünk lesz, hiszen a jogszabály háttér alapján akkor kell az első alkalommal a képviselőtestület elé beterjeszteni a költségvetést. Nagyon sok utat szeretnénk építeni, reményeink szerint 400 millió forintból újítanánk meg a mezőtúri utakat, tüntetnénk el nagyon sok földes utcát. Nagyon fontos a számunkra az, hogy a folyamatban lévő mintegy 20 projektünk, azok ugye,
sikerrel megvalósuljanak. Ezek különböző fázisban vannak, ugye kettőt már lezártunk, vannak kivitelezési munkálatok folyamatban, illetve hát most a tél miatt ezek megálltak, de ahogyan az időjárás engedi, folytatódni fognak, és vannak olyanok is, amelyeket előkészítünk, és hamarosan a közbeszerzési eljárásokat lefolytatjuk, és hogyha azok sikeresek lesznek, akkor azokban is a kivitelezés megkezdődik. Én azt szeretném elérni, hogy nyár derekáig, vagy legkésőbb nyár végéig minden egyes projektben a kivitelezés elinduljon. És hát 350 millió forint hitelt is felvettünk, illetve rendelkezésre áll, hogy hangsúlyozni kívánom, hogy még nem vettünk fel egy fél ért se belőle, de ebből az összegből 150 milliót ugyancsak út építésre szeretnénk fordítani, 200 millió forint pedig azért áll rendelkezésre, mert a topoknál ugye a kivitelezési munkák vonatkozásában lesznek olyan projektjeink, amelyeknél már látjuk, hogy többletfinanszírozás szükségeltetik, mint amennyit a projektből elnyertünk. Tehát tulajdonképpen ebből a forrásból, tehát a 200 millió forint rendelkezésre álló hitelből, illetve a költségvetési tartalékunkból, illetve ahol már látjuk, hogy mennyit kell hozzátenni, akkor az konkrétan a költségvetésbe be lesz tervezve, akkor onnan fogjuk tudni majd finanszírozni ezeket az összegeket. Úgyhogy én azt látom, hogy egy reményteljes év előtt állunk. Bízom benne, hogy nagyon sok szép fejlesztés fog megvalósulni a városunkban, és hát azt tapasztalhatják az itt élők, hogy jelentős mértékben fejlődik a településünk majd 2019-ben. Ezt így évelejére mindenképpen fontosnak tartottam elmondani, és akkor a polgármester úr parancsolj. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Egy pár fontos napirendi pontot választottam én is ki, amiről szeretnék egy rövid tájékoztatást nyújtani. Az egy első, ami ugye már nagyon régóta érdekli azokat a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó lakosokat, akik ugye hallottak a 12 000 forintos költségvetési támogatásról. Most örömmel jelentem be, hogy pont kerül az ügy végére. Ugye 2018. október 17-ig kellett jelentkezni erre a támogatásra, ezt az önkormányzat kivizsgálta, illetve a kormány határozatnak megfelelően hozott egy helyi rendeletet, ami erről a kiosztásról szól. Ebből szeretnék egy pár dolgot kiemelni. Az első nagyon fontos dolog, hogy ez a 12 000 forintos támogatás nem tartalmazza a szállítás és a darabolási költségeket, ellentétben az önkormányzat által nyújtott például fa támogatás esetén, hiszen ott benne van a kiszállítás költsége is. Ami még fontos, a gázpalackok, hogyha valaki gázpalackkal vagy ilyesmivel fűt, akkor itt a 12 000 forintos támogatás fölötti összeget a jogosultnak kell állnia, tehát a különbözetet. A tartályos gázt igénylők esetén 12 000 forintos támogatás jóváírását a feltöltéskor jelentkező költségekből fogják levonni, tehát ezt ugye az illető nem fogja fizikálisan megkapni. Az át nem vett tüzelőanyagra eső támogatás összegét vissza kell fizetni a központi költségvetés javára, hogyha ezt 2019. december 31-ig az illető nem használja föl. Tehát ez egy örömteli hír, és úgy gondolom ez a pár információ a segítségül szolgál a felhasználáshoz. A következő nagyon fontos határozat az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szólt. Itt több dolog is motiválta az előkészítőt, illetve a testületet. Az első talán az, hogy ugye sokan úgy kezelték az önkormányzati bérlakásokat, mint öröklakás, tehát ez nem így van. A változtatásokban el fogom majd ugye mondani, hogy ez 2x5 évre hosszabbítható meg, illetve különböző szociális és egyéb elbírálás esetén még 1x5 évre. Ami fontos változások, azokat szeretném kiemelni a rendeletből. Az összes üggyel kapcsolatos eljárást a hatósági osztály végzi, ez nagyon fontos. A bérleti jogot pályázat útján lehet
megszerezni. Itt többféle lakásról beszélhetünk. Beszélhetünk ugye szociális bérlakásról, beszélhetünk önkormányzati bérlakásról, illetve ugye népies nevén a szolgálati lakásokról, amelyet polgármester úr tud pályázat nélkül használatba adni. Ugye itt az 5%-ot nem haladhatja meg ennek a száma az egész önkormányzati lakás tömegnek. Ami még nagyon fontos, a pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el, és tesz javaslatot a képviselőtestület számára, és erről ugye ebből következően a képviselőtestület dönt. Azt már elmondtam, de még egyszer szeretném kiemelni, hogy 2x5 évre köthető meg ez a szerződés, és ugye a különös méltánlást esetében, ugye érdemlő esetekben 5 évvel még egyszer meghosszabbítható. A szolgálati lakást ugye azt mondtam, és a köteles a bérlő a jogviszony fennállása alatt életvitelszerűen a lakást lakni, másnak ugye nem adhatja ki, illetve más embert nem hívhat meg lakni, aki a határozatban nem szerepel. És akkor felolvasnám az új árakat, hiszen ugye nagyon elmaradt a piaci áraktól a mi árunk, de úgy gondolom, hogy még ez is nagyon méltányos, hiszen még a felét se éri el a piaci árszínvonalnak. Az összkomfortos lakásnak 400 forint per négyzetméter per hó az ára, a lakás, az a konvektoros, az 250 forint per négyzetméter per hó, a komfortos lakás szilárd tüzelésű fűtés esetén 200 forint per négyzetméter per hó, a félkomfortos lakás 150 forint per négyzetméter per hó, és a komfort nélküli az 100 forint per négyzetméter per hó, és a szükséglakás az 50 forint per négyzetméter per hó. A foglalkoztatási jogviszonyra tekintettel kiadott lakások, ezek az úgynevezett szolgálati lakások, összkomfortos lakás 600 forint per négyzetméter per hó, komfortos lakás 450 forint per négyzetméter per hó, és félkomfortos lakás 250 négyzetméter per hó. Tehát ezek az új árak, illetve a legfontosabb rendelkezések. A következő fontos napirendi pont a mezőtúri roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szól. Ez gyakorlatilag egy technikai döntés, hiszen minden év január 31-ig ezt felül kell vizsgálnunk és megkötni az együttműködést a roma önkormányzattal. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen ha együtt kell működnünk és egymást segíteni mindkét önkormányzatnak közös céljaink megvalósítása érdekében, és tájékoztatásul közölném, hogy ugye a roma önkormányzat a városházáról a Sugárúti szolgáltató házba költözött, tehát ott lehet őket megtalálni. A Mezőtúr város önkormányzata európai polgárokért program keretében szokott minden évben benyújtani pályázatot, ezt idén is megtettük, hiszen ez egy olyan utófinanszírozott program, amely keretén belül 16.500 eurót nyerhetünk, és így 110-115 fő testvértelepülési küldöttséget tudunk fogadni, illetve őket színvonalas műsorokkal ellátni. Én úgy gondolom, hogy esélyünk van, hogy idén is megnyerjük, hát bízunk a legjobbakban. És ebben a hónapban is döntöttünk lakásbérlő kijelöléséről, 5 lakást jelöltünk ki, illetve történtek lakásbérleti meghosszabbítások is. Én röviden ennyit szerettem volna mondani, és akkor visszaadnám a szót polgármester úrnak. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt jelenlévőket, hogy van-e valakinek kérdése? Tessék. A polgármester úr, az annak kérdésem, március 1-én és 2-án rendezik meg a mezőtúri karnavál első rendezvényt. Mit tudhatunk a részletekről? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, ugye a Mezőtúr lakói biztos észrevették, hogy több új rendezvényt is szeretnénk, illetve hoztunk be. Az első volt az adventi vásári rendezvényünk,
Én úgy gondolom, hogy a visszajelzések alapján nem volt hiába vele, hogy több éves hiányt pótoltunk ezzel, hiszen minden környékbeli településen található ilyen vásár, és nálunk is most már megvan, nagyon pozitívak a visszajelzések, mindenki jól érezte magát, és én úgy gondoltam, illetve többen is úgy gondoltuk, hogy ezeket a rendezvényeket lehet bővíteni, hiszen keresnünk kell minél több rendezvényt, ami utána esetleg egy nagyobb méretű rendezvényén növi ki magát, és így került szóba, hogy karnevált hozzunk létre, és ez összekötődött, ha szabad így mondanom, ilyen csúnyán, a közösségi ház karneváli rendezvényével egy közös nagy durranást terveztünk. Ezeknek a plakátjai már, vagy ennek a plakátjai már ki vannak rakva több helyen is. Itt gyerekeknek a foglalkoztatásától kezdve a különböző vásár, különböző rendezvények, programok kiszebábégetéstől kezdve. Tehát egy nagyon jó, én úgy gondolom, összetett program lesz, ami mind a kicsiknek, mind a nagyoknak kielégíti az igényeit, és ugye ez a Petőfi úti kézművesházban, illetve a Petőfi téri parkolóban a volt főiskola előtt kerül megrendezésre, valamint egyes programok a közösségi házban lesznek, tehát ez egy szép nagy terület lesz. Két napos lesz, ugye, amit említettük, és ugye színvonalas koncertekkel is meg fogunk próbálkozni a közösség jókedvét emelendően eljárni. Ezt jól megfogom. És még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban, bár itt nem hangzott el kérdés, tehát pályázatot nyújtottunk be júliusra a halasnapokra, mezőtúri halasnapokra, hiszen nagyon fontos része volt mezőtúr lakosságának a halászat, a halfogyasztás, ami az utóbbi időben igen visszaszorult. Hát ugye a horgászok azok tartják a mezőn, de az egyszerű lakosság halfogyasztásának a növelését szeretnénk ezzel elérni, illetve a helyi hagyományok felelevenítését. Tehát ez is egy színvonalas program lesz, remélem megnyerjük a pályázatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdése valakinek? Amennyiben nincs, akkor köszönjük szépen, hogy eljöttek ma hozzánk. A sajtótájékoztatót bezárom.